Amikor elkezdünk foglalkozni egy játékkal, és elindul a tesztidőszak, akkor rögtön egy pici kutatással szoktunk startolni. Utána nézek, mi ez a játék, eszik-e vagy iszák, nézek külföldi véleményezéseket, végigjátszásokat, és amint körvonalazódott ennek a játéknak a műfaja, hogy ez egy következtetésen alapuló nyomozós típusú játék, én rögtön felmondtam a szemöldökön, mert nekem állításom magamról, hogy nekem ez egy nehéz műfaj, nem vagyok benne kifejezetten jó. És amikor megérkezett a játék, kipróbáltuk, Elképesztő jó érzésem volt, és ebben a videóban elhatároztam, hogy elmondom a gondolataimat, véleményemet erről a különleges társasjátékról, az X bolygó nyomában arról. Üdvözlök mindenkit hatalmas nagy szeretettel, sziasztok, én Zoli vagyok, ez pedig a Mit játszunk vlog. Ez egy applikációt aktívan használó családinak mondható társas játék, nem bonyolultak a szabályok, a következőkben gyertek, fussunk át rajta! Így néz ki az X bolygó nyomában című társasjáték, hogy a két játékosra készítettem elő. Ebben a társasjátékban a játékosok megpróbálják a lehető legtöbb győzelmi pontot gyűjteni az égbolt pásztázásával. Mindegyik játékos a saját színében kap egy token két különleges jelölőt, egy papírt, amit próbálja meg úgy kiválasztani, hogy a hozzá közelebbi szimbóluma, a játéknál, a hozzá közelebbi szimbóluma legyen rajta. Ennek a jelentősége az, hogy az égbolt elrendezése is úgy alakul, hogy a számára áttekintető kényelme legyen. Mindegyik játékos egy jelölővel kezdi meg a játékot, amit mozgásra használ majd, és ez szerint alakul majd az égbolt. És az égboltot úgy állítsuk be, hogy az egyes és a hatos mező között legyen. Ebben a játékban nagy szerepe van a nehezíthetőségnek. Abban az esetben, hogyha játékosok bevezető játéka játszanak, akkor 12 szegmensen dolgozó oldala fölfelé használják a játéktáblát. Abban az esetben, hogyha haladó játékot szeretnének, akkor fordítsák meg, és a 18 darab ilyen spektrum részlete lesz az égboltnak. A játék fő fókusz megtalálni az X bolygót, de nem csak az X bolygó az ismeretlen bolygóval találkozhatnak, nem egy csodatos égboltani játékosok, hanem mindenféle más égitestel is, vagy jelenséggel. A játékosoknak nagyon fontos eszköze ez a bizonyos segédlet, ez egy paraván, amit a játékosok a saját papírjuk elé tesznek. Ez egyrészt elmondja, hogy mit tudnak csinálni a játékosok a körükben, valamint a különféle égitesteknek az állandó mindenkire vonatkozó fix szabályát is kommunikálják. A játékosok találkozhatnak majd üstökössel, az üstökösök csak meghatározó, szektorokban lehetnek ab az esetben, hogyha aszteroidákat szeretne felfedezni a játékos, akkor biztos lehet benne, hogy az aszteroidák egymás mellett találhatóak, vagy egy négyes csoportban, vagy két kettes csoportban. A törpebolygó bolygó szabály egészen biztosan nem szomszédos az X bolygóval, és amit láthatjátok, ez egy következtetésen alapuló játék, és eme 12 szektor egyikében található az X bolygó. Ab az esetben, hogyha egy szektorban a törpe található, akkor az X bolygó ott egészen biztosan nincs, és végül marad egyetlen egy szektor, ahol nincs semmi más, ott egészen biztosan csak a törpe bolygó van. Viszont az X bolygó nagyon rafinált, ugyanis vannak üres szektorok, amiben senki nincs, vagy semmi nincs, és a játékosok, amikor információt kapha, kapnak majd az X bolygóról, akkor nagyon könnyen tűnhet úgy, hogy ez egy sima üres szektor, és könnyű üres szektorral összekever az X bolygót. Itt kapunk egy tájékoztatást, és ott ne felejtsd, hogy az X bolygó üresnek tűnik pásztázások, egy célzott keresések során. Gázfelőkkel találkozhatunk, ami azt mondja, hogy legalább egy ténylegesen üres szektor mellett található a gázfelhő, valamint maga az X bolygó. A játékos játékosok nem óramutató járásának megfelelően jönnek egymás után, hanem ahogy a patchworkben vagy a tokájdóban mindig az a játékos jön majd, akinek a jelölője hátrébb található, és a játékos a körében egy applikáció segítségével tud majd a játékban működni. Fontos, hogy minden játékosnak szüksége van arra, hogy letöltse ezt a bizonyos applikációt, és itt meg tudjuk adni, hogy új játékot játszunk, megadjuk, hogy normál változatot szeretnénk. Ebben az esetben kapunk rögtön egy kódot, amit a többi játékos be tud írni, és akkor ugyanazzal a játékot játszunk mindegyik játékosnak nagyon fontos, hogy egyezzen a bizonyos kódja, és akkor ugyanott lesz eldugva az X bolygó. Nyomunk egy folytatást, én azt mondom, hogy én egyébként én a tavaszi napi egyenlőség vagyok, és azt mondom, hogy én egy kezdőjátékot szeretnék játszani a játék sajátja, hogy be lehet, állítani a be lehet állítani a nehézségét. Abban az esetben, hogyha géniusz játékot játszunk, akkor nem kapunk kezdő információkat, javasolt általában a kezdővel kezdeni és ilyenkor megmondja nekünk az applikáció, hogy melyik szektorban mi nem található. Rögtön ezt jelölgetni is tudjuk, és ilyenkor szépen végigmegyünk ezeken a szektorokon, és kiixelgetem a megfelelő helyeken, hogy ott abban a szektorban az egészen biztosan nincs. Ez még ön nem nagy információ, viszont a később évben a következtetésemet nagyban tudja segíteni. Érdemes a többi játékosnak a nevét is felírni erre a lapra, hogy is a többi játékos kérdései alapján is tudunk majd következtetéseket leszűrni. Ez szerintem egy zseniálisan megszerkesztett pici segédlet, sok mindent tudunk környben, itt konkrétan látom az égboltot, és ennek következtetésen keresztül végül marad majd egy szektor, amiben nem lehet más, csak is az X bolygó. Kapunk egy fontos információt arról, hogy abban az esetben, hogyha a játékos kutatás akciót szeretne végrehajtani, akkor milyen kutatási lehetőségei vannak, és rögtön meg is adja a játék a játékosnak, hogy mi mindent tud csinálni, és mi mennyi időbe kerül. Mint említettem, nem óramutatójárásnak megfelelően jönnek egymás után játékosok, hanem mindig, aki hátul van, most a sárga játékos a kezdőnk. A sárga játékosunk eldönti, hogy vagy pásztázni szeretne, vagy célzott keresés akciót szeretne, vagy kutatást, vagy konkrétan az X-bolygó helyének meghatározását. Ennek időköltsége van, és ez nagyon fontos, hogy elképzelhető játékos, hogyha nagyon drága akciókat hajt végre, akkor jó sokat megy, és a többi játékosnak több lehetősége van pontosan keresni. Az egyik legfontosabb akció, amit végrehajthat egy játékos, az a pásztázás. Meg kell adnia ebből az öt választ kiválasztható lehetőségből, hogy mire szeretne pásztázni, és hogy milyen tartományban. Ezt az információt, hogy ő pásztáz, és hogy milyen égitesten, Ilyen intervallumban pásztáz, ezt meg kell mondani a többieknek, amit könyvelni tud. Ennek az eredményét a játékosnak érdemes egyébként rögtön saját magának is megadni. Például a sárga játékos kezdőként azt mondja, hogy én nagyon szeretném tudni az üstököseket, itt az üstökös szimbóluma meghatározom, hogy üstökösre fogok. A kezdő szektor, ahol vagyok, ott nincs üstökös, okos az applikáció, mondja, hogy arra nem is tudok kutatni. Úgyhogy én a hármastól hatosig szeretnék kutatni. Az utolsó szektor pedig ebben az esetben úgy néz ki, bocsánat, az ötös, és rögtön megmondja nekem, hogy figyelj, nagyon szűk intervallumban pásztázol, ez bizony négy időbe fog neked kerülni, azt mondom, hogy rendben, kedves játékos társadalom, üstökösre pásztázok ötös szektor között, és megmondja nekem a kedves applikáció, hogy egy darab üstökös található a 3 5 szektor, ö, szektorokban, hogy melyikben, azt nem, viszont ezt rögtön le tudom érni, hogy én üstökös übetűt írok, megadom a két szektort a 3 5 között egy darab eredménnyel. Én az eredményt nem mondom el a többieknek, csak azt, hogy én ezt a bizonyos pásztázást végrehajtottam. Minél nagyobb az a spektrum, minél nagyobb az a szelet, amiben pásztázok, annál kevesebb időbe kerül. Ezt lelépem, egy, 2, 3, 4 időbe kerül került ez. A piros játékos van hátrébb, a piros játékos is végrehajtja az akcióját. Ő mondjuk pásztázott egyet, törpebolygóra keresett az egyes hatos szektorban. Ez neki három időbe került, egy, kettő, három időt lelép. És egy csodálatos dolog történik, mindig a leghátsó játékosnál áll meg ez a bizonyos jelölő, ez fordul, ahogy megy az égbolt, amit tudunk kutatni. Ez az is változik, hogy milyen szektorokra tudunk rákérdezni. Viszont ez a jelölő, amint elért egy ilyen kicsi dokumentumjel, akkor lesz nagyon nagy Emetokeneknek. Mindegyik játékos ugyanazon tokenszettel kezdi meg a játékot, és a játékosoknak van lehetősége bárhová letenni egy állítást, hogy szerintem ebben a szektorban ez található. Ennek győzelmi pont értéke lesz majd a játék végén. Abban az esetben, hogyha helyes állítást tett egy ilyen szektorul egy játékos, akkor a megfelelő győzelmi pontot kapja majd a játék végén. Abban az esetben, hogyha verseny volt és elsőként határozta volna meg, a játékosok a plusz egy ponttal lesz gazdagabb. A játék egy későbbi részében, amikor ez a jelölő a játékosok a köszönhetően elér ehhez az X1-es szimbólumhoz, akkor a játékosok kapnak egy általános szabályt, egy általános összefüggést, amit mindenki leírhat a saját magára. Abban az esetben, hogyha odaértünk ehhez a bizonyos szimbólumhoz, akkor ezt tudjuk kommunikálni a játékosnak, hogy egyébként egy X-bolygó konferencia volt. A játékos, ha szeretne, akkor célzott keresést is használhat. Most megint a piros játékoson, aki azt mondja, hogy célzott keresést szeretne használni, és ő arra nagyon kíváncsi, hogy ő tudni akarja, hogy mondjuk a négyes szektorban mi található. Fontos, hogy csak is olyan szektorra kérdezhetünk rá célzott kereséssel, ami látható az égbolton, tehát ebben az esetben a 10-estől a hármasig ezt nem lehet eszközölni. És azt mondja, hogy egy gázfelhő található a négyes jelzésű szektorban. Ez rögtön jelöli a saját, a piros játékos a saját lapján, hogy gázfelhő van az adott szektorban, és rögtön lelépi ezt a bizonyos négy időt. Egy, kettő, három, négy, lépett a játékos, mozdul az égbolt, jön a sárga játékos. A sárga játékos azt mondja, hogy hmm, én szeretnék egyet menni, egy kutatás akciót szeretne végrehajtani, és az aszteroidákra vonatkozó kutatás akciót hajt végre, és kap egy általános szabályt, hogy minden aszteroida egy hat vagy annál kevesebb szektorban álló csoportban található. Ő már gondolkodott az aszteroidákban, és ez egy nagyon fontos információ számára felírja, annyit mondott a másiknak, hogy én egy aszteroida, aszteroidára kutattam. Ebben az esetben a játékos lép egy időt. Ennek a kutatásnak fontos, alem, hogy kétszer egymás után nem használhatja ezt a játékos, és rögtön kommunikálja ezt számunkra az applikáció, megint a sárga játékos jön, abban az esetben, hogyha egy játékos a, későbbi, a játék egy későbbi részében szeretné az X bolygó helyét meghatározni, akkor mondjuk azt mondja, hogy a hatos szektorban található, viszont mindkét szomszédos szektort is meg kell mondani a játékosnak. Ez akárhogy is, de öt időbe kerül a játékosnak, és abban az esetben, hogyha ezt elsőként találta meg, akkor 10 pontot kap, és ezzel ki is váltja a játék végét, hogyha esetleg ez sikeres. Ezután a játékosok még tehetnek állításokat szektorokról, megpróbálhatják ők is megtalálni az X-bolygót, viszont nem garantált, hogy az a játékos nyeri meg a játékot, aki állítást tett az X-bolygóról, mert a végén tartunk egy pont összesítést, Emes sikeres elméletek után is a játékosok még kaphatnak győzelmi pontokat. Na, de foglalkozunk egy picit pontosabban az elméletfázissal, fázissal, egy jelölő egy ilyen elmélet szimbólumhoz ér, mindegyik játékosnak van lehetőség a saját készletéből lefordítva valamely ilyen szegmensre, ilyen szektorra letenni egy ilyen tokent. Ez egy készlet a játékosoknak, abban az esetben, hogy a kezdőjátékot játszunk, akkor három törpebolygót visszateszünk a játék dobozába, csak egy törpebolygóval dolgozunk. Minden egyes újabb ilyen fáziskor ezek közlekednek szép lassan eljjebb. Amint egy ilyen token megfordult, az onnantól kezdve mindegyik játékos számára nyílt információ, és ezáltal tudnak egymásnak is segíteni a játékosok, hogy ezt ügyesen megtalálták. A játék végén ezáltal sokkal több győzelmi pont ütheti a játékosok markát. Fontos, hogy vannak értékesebb és kevésbé értékesebb. Ilyen elméletek és érdemes tehát az értékesebbeket kikutatni a játékosoknak. A játék akkor ér véget tehát, hogyha valamelyik játékos megtalálta az X bolygót, ezután a többi játékosok, akik hátul vannak még jöhetnek egyszer, elképzelhető, hogy megérheti nekik is X bolygóra állítást tenni. minél közelebb vannak az állítástevő játékos, az a kevesebb pontot ér, minél nagyobb távolság vannak az X bolygót megtaláló játékos jelölétől, aki ezután ötöt közlekedik előre, annál ö, nagyobb pont ütheti a játékosoknak a markát. A játék végén kapunk egy összesítést, és aki több győzelmi pontot gyűjtött ebben a játékban, ő győz. Ez az X bolygó nyomában című társasjáték gyors sumája Lényege. Ritkán ér akkora meglepetés, mint az X bolygó nyomában című játék esetében. Fú, srácok, nekem ez a játék nagyon-nagyon tetszett. Az első percétől az utolsóig nagyon jól éreztem magam közben. A kínált helyzet, nehezíthetőség és tárgyalt téma átgondoltsága csodálatos hangulatot teremtett. Nettó következtetés. Több ilyen játékot láthatunk már, leginkább számomra az Alchemist című, magyarul sajnos nem megjelent, de ugyancsak applikációt használó társas játék ugrott be. Ott is nyomozok, ott többféle komponensnek az egymásra hatását e, próbálom megvizsgálni, itt keresünk egy bolygót, de ennél jobban családbarátabbá, felhasználó barátabbá tenni valamit nem nagyon lehet. Ennek a papírnak a leosztása, a, a különféle részleteknek a megmutatása, hogy, én, hogy meg van fogva a kezem, hogy ezt x ki nyugodtan, és szépen tudsz arra következtetni, hogy ez itt van, akkor nem ott van. Elsőként ijesztőnek tűnik a különféle égitesteknek a különféle szabályrendszere, de rögtön tulajdonképpen az ötödik perctől logikus lesz. És az egész úgy van megalkotva, hogy sikerélményed legyen, ami számomra, aki hadilában állok ezzel a következtetéses mechanizmussal, fantasztikus élményt teremtett. Az X bolygó nyomában fő fűszere az, hogy egy közös téren dolgozunk, nyilván főleg mindenki a saját maga paraványa mögött mókolgat majd ezen a papíron, de a legizgalmasabb vonása, hogy egy közös tér mozognak ezek a csillagvizsgálók, és nem tudok akármire rákérdezni, csak az adott spektrumban van lehetősége művelődni. Az interakció csoda szépen megoldott ebben a játékban. Én tematikusnak éreztem az első percétől az utolsóig. Tényleg égitestek tulajdonságát vesszük alapul, és próbálom kisilabizálni, okosan kérdezni, hogy azt az információt kapja meg is abban az időben, ami, amire és amikor nekem szükségem van. És ami igazán különlegesé teszi számomra ezt a játékot, azon túl, hogy nagyon egyszerűen mesélje el a történetét, hogy nem az győz, aki megtalálja az X-bolygót, hanem aki a legtöbb győzelmi pontot gyűjti. Nem feltétlen az győz, aki megtalálja az X-bolygót, mert lehet olyan összefüggés, hogy a végén nekem nem kell megtalálnom, mert sokkal ügyesebben tettem állítást bizonyos égitestekről. Ez egy csodálatos ötlet, és a végén nyertem már meg ezt a játékot, ugyancsak egy vagy két ponttal, de nyertem, hogy ügyesebben, jobb ritmusban tettem állítás bolygókról, akkor, amikor a játékostásom vagy játékostársaim ezt nem tették meg. Úgyhogy ez nagyon jó kis versenyhangulat, hogy igen, a fő téma, az egész tárgya témakör, a kiindulópont, az epicentrum az, hogy az X-bolygót keressük, de emellett rengeteg más dolgot jutalmaz a játék, ami igazán különlegesé teszi, fantasztikus megoldás. A játék következő végtelenül szimpatikus vonása a nehezíthetőség ó, imádtam az applikáció, rögtön az elején megkérdezi, hogy hány információra van szükséged, minél kevesebb információt ad meg az elején, ö, különféle helyekről, hogy mi az, ami hol nem található meg, annál könnyebb lesz a startotok, és hát valóban nagyon nem mindegy, hogy 4-8 vagy esetleg 12 információval repülőrajtot tudunk venni a játékon, és nagyon kényelmesen lesz tartható, az nagyjából egy órás játékidő, akár négy játékos esetén is. De hogyha azt hiszed, hogy haladóval vagy és szereted, kihívások elé állítani magad, akkor fordítsd meg a táblát, 18 szektor, nulla információval, hű csillagász legyen a talpán, aki szépen ki tudja szálazni ezt a kis gubancot, ami ott szépen körben az adott a játék során. Úgyhogy jó az interakció, jó a játék jellege, nagyon jó a történet, a tematikus, nagyon jól nehezíthető, egy, összességében egy fantasztikus társasjátékról van szó. De az X-bolygó nyomában vállalása, hogy elmegy egy bizonyos határig. Nem csak, hogy applikációt használ, hanem minden játékos kezébe applikációt tesz. Olyan játékot láttuk már korábban, mint a a Destiniz, a Végzetek című játékban, vagy az imént említett Alchemist-ban, az állokban láttuk már, hogy applikációt használunk, de közösen egyet. Itt az élményem az volt, hogy mindenkinek telefon volt a kezében. Már önmagában a sok számára az egy jó, nem teljesen társas játék az, amiben megjelenik az applikáció, de ez lép egyet előre ezen a szinten, és nekem tényleg az volt az élményem, hogy főleg a paraván mögött elbújva, néha onnan kinézve játszom a játékos társaimmal. Én ezt egy ilyen 5 95%-ig terjedő skálán szoktam tenni. A, igen című parti játékban nagyon azt élem, hogy a többiekkel játszom. Az X bolygó nyomában nagyon halaványan érzem azt, hogy kivel játszom. Én konkrétan elfelejtettem, hogy pontosan kikkel játszom ezt a játékot. Ó, szia Réka, hello, erre ugyanazzal a játékkal játszottunk, de folyamatosan a fókuszom a játék által meghatározott kérdésem volt, és nem a játékos társaimon. Ez nem hiba, viszont szerintem fontos tudnod, hogy ezzel a játékkal szeretnél játszani, hogy ez nagyon mérsékelten analóg, nyilván ö, egészen más élmény tollal meg, meg, meg dolgokat, de ez már nem az a fajta klasszikus családi játék, mint mondjuk a Ticket Ride, melyben nagyon könnyen megemelem a tekintetemet és észreveszem a játékos társaimat. Az X bolygó nyomában egy komoly előlépés ebből a szempontból, akik nagyon digitális természetű emberkék számokra nagyon komfortos tart lesz. Én mindenképpen ajánlom egyébként kamaszoknak, kisfiataloknak ezt a játékot, mert fantasztikusan ismerős lehet egy csomó motivuma, és tényleg hozza a társas játékoknak nagyon sok vetületét, még nagyon sok jellegét. Viszont szerintem, aki most ismerkedik a társasjátékos világgal számukra, furcsa lehet ez a megoldás, hogy nem csak hogy applikáció van, hanem mindenki számára kötelezően. Kiemelném, hogy a szóló mód nagyon jól sikerült a játékhoz, egy automatikus rendszer lépeget számomra az applikációban. Tetszett az, hogy gördülékenyen ment minden, nagyon könnyen tudtunk csatlakozni egymás játékához, az új játszhatóság a programból nagyon szépen adott, nagyon szeretem az applikáció működését, logikus, következetes, figyel arra, hogy nem tudok csak nem tudok kétszer kutatás akciót végrehajtani, hanem folyamatosan fegyelmezetté és kifejezetten jól működővé teszi a játékot. A komponens minőség pazar, nagyon szépen minden elfér a játék dobozában, és nagyon karakteres, autentikus játék lett az X-bolygó nyomában, nem csak azoknak a játékosoknak, akik azt érzik, hogy nagyon jók ebben a következtetős játékban, hanem nagyon jó gyakorlásra is. Azt éreztem, hogy a harmadik, negyedik játék alkalommal jobb vagyok, frappásabban, ügyesebben tudok haladni, de Azért domborodni tud, hogyha van egy játékos, aki jobban ott van, jobban érzi az összefüggéseket, jobban odafigyel a játékra, és használja ki ezeket az in interakción alapuló taktikus lehetőségeket, eredményesebb lesz. Volt az úgy, hogy volt játékosunk 24 ponttal végzett, a másik pedig 6-tal. Nem annyira vette fel a játék fordulatát. Van az úgy, viszont szerintem az X-bolygó nyomában egy csodálatos családi társasjáték, műfai különleges sajátosságokkal, amit mindenképpen ajánlok a figyelmetekbe, hogy érdekelnek a modern megfejtések. Nagyon szépen köszönöm ezt a társasjátékot a GameClub-nak, hogy bemutathattam nektek is. Nézzem benne, hogy tetszett ez a videó, hogyha igen, el ne felejtsetek lájkot like dobni. Remélem hamarosan újra találkozunk, addig is jó nyomozást és jó játékot. Sziasztok!